Na hát, sziasztok! Üdvözöllek titeket itt újra a csatornámon. Ennyi idő elteltével ismét folytatódik a Fodrász Setup videósorozatom. És ebben a részben a konyhára fogunk kitérni. Sajnos ugye már láthatátok a régebbi Fodrász Setup videóból, azért is szakadt meg a sorozat, mert sajnos a felvételeim és a nyersanyagaim, ami a készítés során még megmaradtak nekem, azok sajnos elvesztek a merevlemezemmel. Úgyhogy most már csak ebből az állapotból tudom nektek bemutatni a folytatást, mert még itt bizony van egy kis munka, és arra gondoltam, hogy ez a mai videóban kerül majd befejezésre. Úgyhogy ha ez érdekel titeket, akkor mindenképpen tartsatok velem, és akkor gyertek, mutatom is, hogy mi változott az előző videók óta. Sziasztok, én Máté vagyok, és ez itt a Fodrász Setup, a videósorozat, amiben megmutatom, hogyan is készítem el a saját fodrászüzletemet. Hú, másfél hónap után üdvözöllek titeket újra itt a sorozatban, azóta nagyon sok minden történt, de végre itt van egy újabb rész a Fodrász Setup videósorozatban. Ugye az előző részekben láthattátok az üzlet kialakítását a kezdetektől, legutóbb megnéztük a tapétázást, és a mai részben végre elérkezik a konyha kialakítása és a raktár berendezése. Szóval a csempézésnél hagytuk abba az egész konyhai rész bemutatását, és azóta természetesen be lett fejezve a csempézés is, ki lett fugázva, és az alsó részeken, és illetve a felső részeken is ki lett húzva ilyen fehér akrillal, és lent pedig fehér szilikonnal, ugye az vízzárós, és hogyha itt van a csap, akkor ne folyjon be mögé a víz. Úgyhogy ez lett befejezve itt ezen a részen, és igazából a csapot már használtam. Ugye itt szoktam mosogatni a poharakat, hogyha bárki kér vizet, akkor azt mindent így szoktam csinálni. Valamint, mivel tudjátok, hogy a fürdőszobából ott nyílik egy raktár, és hát a raktárban nem volt elkészítve még a raktározáshoz szükséges polcrendszer, ezért a dolgok nagy része, amiket kaptam, amik érkeztek csomagban, amiket vásároltam, de még nem volt időm és lehetőségem elhelyezni az üzletben, azok mind-mind itt kaptak helyet a földön és a pulton egyaránt. Szóval igen, ez nem igazán esztétikus, és már éppen itt az ideje, hogy ez mind eltűnjön innen. És az első lépés, hogy ezt meg tudjam szüntetni, az a raktárban kezdődött, ugyanis oda el kellett készíteni a polcrendszert, amit szintén már most mutatok is nektek. Szóval, két polcot készített nekem apa, és ezek, ahogy láthatjátok, úgy vannak megoldva, hogy egy ilyen bevágással készültek el, hogy még helytakarékosabb és helykihasználósabb legyen a raktár részem, és minél több dolgot tudjak itt tárolni, és akkor két polc van, az alsó részen ott elfér a porszívó, ami a hajat szívja, de majd arra egy későbbi videóban fogok szerintem kitérni külön, valamint ott van egy szekrény, ahol majd a tisztítószereket és olyan dolgokat tárolok, ami ugye a takarításhoz kell, aztán itt lesz egy polc, és a felső polcon is lesz két ugyanilyen szekrény, ami ott lent van, azokban fogom tárolni a plusz anyagaimat, plusz eszközeimet, amiket előre bevásároltam, és nem tudom ott elől a fodrász részen tárolni, hanem azokat itt fogom. Most még itt dobozok vannak, mert már annyi doboz volt, hogy mikor elkészült a raktár, akkor ide is muszáj volt berakni a dobozokból, mert már ott megmozdulni nem lehetett, és hát most ezeket ki fogom csomagolni, a dobozokat ki fogom dobálni, és csak amik bennük vannak, azokat fogom rendszerezni. És akkor a két kék ilyen tároló szekrényt, azokat pedig össze fogom állítani, és oda fel fognak kerülni a felső polcra. Úgyhogy ezzel fogom szerintem kezdeni, és majd utána haladunk itt a külső részhez, a konyhai részhez, és akkor készül majd ott is a legnagyobb rend, és minden elnyeri majd a végső helyét, úgyhogy kezdjünk is a rendrakáshoz a raktárban. Be alone. Tell me if you want to follow me now, to follow me.
Na végül úgy néz ki, hogy ez lesz a szekrények végső helye, ahogy bejövünk szembe az ajtóval. Itt kapták a végső helyüket, úgyhogy most ide fogok bepakolni, beleteszem a dobozokat, a flakonokat és minden olyan dolgot, ami pluszban van és nem fogja kint elfoglalni a helyet, úgyhogy most ezeket fogom bepakolni. Na így már is sokkal nagyobb a rend a konyhában, és még mielőtt hozzá szerettem volna kezdeni az egészhez, kértem apát, hogy csinálja meg nekem ide a világítást, mert ugye ide készítettünk egy lámpát, vagy hát ide egy ilyen lámpát helyeztünk fel, amit megmentettem, ez egy ilyen régi kincs. Viszont ezen a részen elég sötét van, ugye itt nincsen természetes fény, és szerettem volna, hogy itt a pulton lehetőleg legyen valami világítás, amitől világosabb lesz, és már ezt apa elkészítette egyszerre ugye a polcokkal, úgyhogy ezt most megmutatom nektek, nagyon szuperül néz ki szerintem. Egy ilyen LED csíkot helyezett el nekem végig, aminek oda be van építve a kapcsolója, és így tényleg nagyon jó világos van a konyhában, úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy ez elkészült, és akkor most már lehet behelyezni a kávéfőzőt, ugyanis a mai videó szponzora a Csibó Magyarország, és innen is nagyon szépen köszönöm a támogatást, hogy meglettek ezzel a kávéfőzővel is egy csomó kávékapszulával. Úgyhogy ezt fogom most itt kibontani, és elhelyezni a végső helyére, valamint a tejhabosítót, mert azt is küldtek, és igen, úgyhogy ennek itt lesz a helye a kis polc alatt, úgyhogy ezt fogom most a helyére betenni. Van tejhabosító is, aki követi Instagramon, az már láthatta, ugyanis ezt már teszteltem, az igazság az, és nagyon jól működik, úgyhogy ez is itt kap majd helyet mellette. És nem tudom egyébként mennyire emlékeztek, vagy azt mutattam-e a videóban, de én azt szerettem volna, hogy ne legyen itt fent ilyen elosztó, vagy tudjátok, ilyen konnektor, meg stb., hanem egy ilyen, hát ilyen klasszikus kábel elvezető lyuk van a pulton, és alul a szekrényben, ott van a falon egy konnektor, és akkor oda tudom közvetlenül bedugni ezeket az eszközöket, amiket itt használok, és ugye ezeknek alapból nincsen túlságosan hosszú vezetéke, de direkt úgy helyeztem el apával a konnektort, hogy az közel legyen ahhoz a kis átvezető lyukhoz, és igazából szinte közvetlenül utána be is van dugva a konnektorba, úgyhogy a nagy része az itt van fent, és akár tudom őket mozgatni, de hogyha nincs rá szükség, akkor pedig le tudom dugni, és nincsen itt fent egy csomó vezeték a pulton. Úgyhogy ezt találtam ki, szerintem ez egy teljesen praktikus rog, és sokkal esztétikusabban néz ki, mint azok az elrejthetős konnektorok, amik sosincsenek elrejtve, mert mindig be van dugva a kávéfőző, a pirítós, meg az ilyen dolgok, és szerintem ez sokkal jobban néz ki így. És még ilyen nagyon menő bögréket is kaptam, amiknek van egy ilyen szilikon fogó része, és akkor az nem melegszik át, és akkor kényelmesebben lehet fogni. Ja, csak nem fordítva tegyem már a fejjel lefelé. Don't say it's okay if I'm falling and you're running away. You're the only one that saves me when I'm alone. You're the only love that I've ever known. But we turn into a flower that never grows. I was hiding like... És el is készült a konyhám. I told you that I loved you. One more time. One more time. One more time. I should have told you that I loved you. One more time. One more time. One more time. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem nagyon tetszik. Szerintem ez is olyan kis otthonos lett, mint az üzletem többi része. Nagyon meg vagyok vele elégedve. Tetszik ez a szuper fényes csempe, ugye, amit a
hajmosó oldalán is láthattok, ez ugyanaz, csak ilyen bézs árnyalatban, és ezzel a szuper megvilágítással még jobban kihangsúlyozódik a fényessége, és igazából azt tetszett meg benne a leginkább, úgyhogy így az összhatásában nekem nagyon bejön, írjátok meg lent kommentben, hogyha nektek is tetszik. És ez a kis kávésarok, ami ide elkészült, az meg valami fantasztikus, és arra is gondoltam, hogy még mielőtt befejeznénk a mai videót, hát letesztelem, úgyhogy készítek anyának egy kávét, és magamnak egy forró csokit. Hoztam tejet, még egy kicsi hűtő és egy kis asztal lesz majd a későbbiekben egyébként majd itt a konyhában, ami még várat magára, de a nagy része az már most befejeződött. Ja, és hogyha valakit érdekelne, akkor nem lesz mikrohullámos ütő, mert nem szeretnék mikrohullámos ütőt. És hogyha bárkit érdekel, hogy akkor hogyan ebédelek, hazajárok ebédelni, mert nem messze lakok. Úgyhogy ennyit erről, és akkor kezdődjön is a kávéfőzés. Ez a mai videó, remélem, hogy tetszett nektek, én azt hiszem maradok a forró csokinál, ami most egyenlőre még nem elérhető, ameddig nincsen hűtő, és nem tudok tejet behozni az üzletembe, de a vendégeimet most már meg tudom kínálni egy szuper kávéval, úgyhogy köszönöm szépen a Csibó Magyarországnak, minden elérhetőséget és információt megtaláltak a leírásban a videó alatt, hogyha érdeklődnétek a kávéfőző, a tejhabosító vagy a kávék iránt. És igazából köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ebben a részben, és várlak titeket a következő videómban, ami még nem tudom, hogy mi lesz, de hogyha feliratkoztatok a csatornámra, akkor mindenképpen fogtok róla értesülni, és addig is vigyázzatok magatokra, legyen szép napotok, sziasztok!